mindent, amit az ember szeret, túl könnyen elveszített. Ez egy kemény vadvilág, de soha nem mondhatok neked más, csak az, hogy mindaz, amit az ember szeret, tud, soha nem veszít el. Persze a kereszt húsba vág, de találkozik minden oda át. Én látlak abban, amit együtt tettnék veled, egy hosszú élet alatt ajándék. Lehet a tervek, az álmok, a hibázunk, hogy minden szarból kimászunk. És annyi mindenről beszélni kéne még, hogy ne vigyen az élet félre nézd, hogy a lényeg nem az, hogy hány ember kell fel ezt a terret. Engedd el, hogy mindig nem lehetsz jó, nem vagy te Jézus, hogy ismered a hibáit. Tovább jutsz, hogy erőté válik, ha belátod, hogy néha gyenge leszel, mint egy akárhogy. Ahogy egy napodról beszélsz értéken, itt van a fejemben minden kép, de belealok várni, hogy rám köszönsz, hogy valahol az utcán majd szembe jössz velem. Még reggelünk bejelentkezése Vitnyid falu központjába, az a gyönyörű kis tó, ahol én már egyszer aludtam telekacsákkal. Hangomon ne csodálkozzatok, mert tegnap hát mennyit 22 órát ültünk nyerekben. Jöttünk 800 valahány kilométert összesen, hogy ide érjünk reggelre. Így reggel fél 5 korázunk itt meg. Már most fél 9 van, úgyhogy megyünk a szervizbe, elvisszük a gépet. Aztán utána irány végre haza. De nem kell sok szó, ezt te is jól tudod. Az Isten kérdezik, hogy hogy hagyhatott. Ennyi szenvedés, de nincs titokban. Az ember új lenyomata, mindenen ott van. És nincs, ami jobban, az pokolja a fáj. Ha akit szeret egyszer, csak nem jön vissza már. De bármilyen sötét az út, amint jár egyszer, minden elveszett lélek hazatalál. Mindent, amit az ember szeret, túl könnyen elveszíthet. Ez egy kemény vadvilág, de soha nem mondhatok neked más. Csak az volt mindazt, amit az ember szeret. Soha nem